Szeretettel köszöntök mindenkit itt májusban is, innen a Hagyományok Háza kézműves asztaláltól, sajnos még mindig nem élőben, pedig már gyönyörű idő van kint, egy erdő szélén lakunk, ezt már mondtam, és nekem nagyon könnyű kirándulni, mert csak így kimegyek az udvarunkról, és már ott vagyok az erdőben, de remélem, hogy mostanában ti is sokat jártok kirándulni. Most ennek a pandémiának volt egy ilyen pozitív tulajdonsága, hogy nagyon sokan elkezdtek erdőbe járni, mert minden más be volt zárva. De ha már erdőbe járunk, akkor érdemes ám nyitott szemmel járkálni. Egyrészt a természetet is érdemes megfigyelni, meg meghallgatni, meg megcsodálni. De azon kívül nyújt még egy dolgot ez a természet nekünk, alapanyagokat. Én például mindig ott gyűjtök, mit tudom én, csúzlinak villáságot, vagy ilyen facsettegőnek, vagy mindenféle makkot, amiből lehet barkácsolni. Most is valami ilyesmit fogunk csinálni. Most például ilyen kis autót. Ezt is erdőben gyűjtött anyagokból készítettem. Miből is? Hát ahogy ott mászkálok az erdőben, én mindig korhadó faágakat keresek, amik már így le vannak esve a földre, még nem nagyon rohadtak szét azért, de már egy kicsit így elkezdtek így korhadni, ezáltal már sokkal puhábbak, könnyebb velük dolgozni, egyrészt másrészt nem vágok le zöld ágat. Ez például egy csertőnek az ága, az a jellegzetessége, hogy ilyen, az ág mindig valahogy egy ilyen görbületet hoz. És ezt fogjuk az autókészítésnél kihasználni. De nézhetünk mást is, mert egy picit keményebb anyag, de például ez egy bodza, ez könnyebb is, puhább is, már ez is korhadó, és ennek is vannak azért ilyen jó kis kanyaros részei, és ezt is jól ki tudjuk majd használni az autókészítésnél. De akár választhatunk ilyen kicsit vékonyabbat, és ezzel könnyebben boldogulunk, ez is csertölgyág. És keréknek pedig ez egy virágos kőr is. És egy nagyon hosszú egyenes szálakat hoz, azért, hogy minél hamarabb feltörekedjen a lombkorona fölé, és hogy ő kapja a legtöbb napfényt. Emiatt nagyon szép kerek és egyenes szálakat hoz. Tehát nem girbe-gurba, mint a bodza vagy a tölgy, ezért keréknek, mert a keresztmetszete szinte teljesen kerek, ezért használom ezt. Ebből is olyat próbáltam keresni, ami már egy kicsit így száradásnak indult, valami baja volt ott az erdőben, hogy ezzel se okozzak semmi fölösleges kárt. Egyébként ennek a versenynek a győztese, a fölfelé törekvésnek a győztese, az mindig a bükkfa. Tehát ahol bükkös van, az előbb-utóbb addig-addig pirinckázik fölfelé, amíg minden fánál magasabbra nő itt Magyarországon, aztán ott szétterül, és onnantól uralja az egész területet. Na erre próbálkozik a virágos kőrés is, de csak egy rövid ideig van erre esélye, mert ő nem tud olyan magasra nőni aztán. De most már térjünk vissza az autókészítéshez. Csináljuk most akkor ebből a bodzából. Ezt a görbületet néztem itt ki magamnak. Például ez is egy kicsit ilyesmi volt, csak itt levágtam, tehát ez egy kicsit vastagabb ág volt. Ezt meg itt gondolnám, hogy itt lesz a... Akár ez lehet egy ilyen sziréna is, hogyha ennyi, mondjuk ez mentőautó vagy ilyesmi. Tehát itt és itt kell levágnom, hogy megkapjam ezt az autót. Érdemes egy kicsit ferdőn vágni, mert akkor rögtön ilyen csapott eleje lesz. Hát ahhoz egy ilyen kis kicsi fűrész elég is. Hoppá! Na, sikerült levágni. Hát ez nem egy pillanat alatt van.
de biztatlak benneteket, hogy kitartás is kellene a játéknak az elkészítéséhez is. Ha az asztal egy kicsit stabilabb lenne, akkor könnyebb dolgom lenne, de most csak ez van. Birkózzunk meg akkor a hátuljával is. Megvan. Remélem, ti is kitartóak lesztek. Lehet közben egyébként pihenni, és nem muszáj egy szuszra megcsinálni. Na, nehezével kész vagyunk. Kicsit esetleg meg lehet itt csiszolgatni. Pihenésképpen kinek hogy tetszik. Na, most csak így. Esetleg, még faragókéssel, nagyobbak, akik bánhatnak már késsel, lehet vágni egy kis ablakot rá például. Mint ha ez lenne az ablaka. Vagy itt hátulra is. Vagy apukák is segíthetnek. Valami ilyesmit is lehet megfaragni egy picit. Na, most jön a kerék. Hát ezt ki kell fúrnunk. Nekem van egy ilyen jó kis fúróm. Így letesszük ebbe a bakba. És így kifúrjuk. Mutatom, hogy nem középen, egy kicsit lejjebb, hogy a kerék elég nagy legyen ahhoz, hogy elbírjon forogni. De nincs, aki fogja, ezért most én így fogom csinálni egyedül. Is jött. Veszük a furót. Megnézem, hogy hogy áll benne majd a tengely. Jó lesz. Most arra kell figyelnünk, hogy próbáljuk meg a másik lukat pont ugyanolyan szögben. Így is egyenesen, meg így is egyenesen, pont egyenesen. Hogyha egy kicsit jobbra vagy balra fúrunk el, akkor kanyarodni fog az autó. Ha meg fölle, akkor viszont billegni. Úgyhogy nagyon meg kell próbálni. Időnként rá fogok nézni. Jó, először megkeressük az indulási helyét. Hopp. Inkább így jobban tudom. Nincs, aki fogja. Így, elindulok vele, és most már majd mindig figyelem. Jobb is, hogy ilyen kis tengelyt berakunk, és akkor látjuk, hogy jó felé haladunk-e. Szerintem most jó lesz. Még egy ellenőrzés. Kicsit fölfelé kell haladjuk. Na, majd most meglátjuk, hogy sikerült-e. Úgy. Ha át tudunk rajta látni, mint egy távcsövön, akkor jó. Ez jónak tűnik. Most pedig a kerék.
Már levágtam hármat, hogy ezt ne kelljen mind végignézni, de a negyediket azért megmutatom, hogy kell levágni. Ehhez is kitartás kell majd. Nem lesz kész egy pillanat alatt. Ha valaki segít egyébként lefogni, sokkal könnyebb, vagy ha esetleg valakinél satú is adódna otthon, és abba stabilizálja, akkor még könnyebb. De megvan a negyedik kerekünk. Na. Minden fának a leges legközepén van egy ilyen kicsit puhább rész. A bodzának ugye az jó nagy, ahol a vizet szállítja a leginkább. Ezeknek a keményebb fáknak csak egy egész pici puha rész van ott középen. De ez puha annyira, hogy be tudom szúrni ezt a szúrót. Könnyedén. Beleszúrok az egyik oldalon, másikon. Egyszer. Kétszer. Háromszor. Negyedik. Most már csak össze kell állítanunk. A tengely, fogpiszkáló. Ezt egy kicsit túlfúrtam. Úgyhogy emellé beleteszek még egy pálcát. Összetoljuk. És nem gurul egyelőre, mert ez a sarka kiáll. De akkor ezt levágjuk. Lehet fűrészsel is, de most gyorsabb, itt levágom késsel. Még mindig le. Na, mégis lefűrészem. Na, most már reméljük jó lesz. Még egy picit lejjebb, de már majdnem jó. Majd egy picit még faragok belőle. Hát jó játékot kívánok nektek. Még egyet akartam mutatni. Hogyha tartósabbat akartok, akkor lehet a tengely szög is. Megmutatom, hogy hogyan van. Egyik oldalon teljesen át van, másik oldalon csak így bele megy. Így, és akkor ez sokkal tartósabb. Viszont ha a pálcika tengely törik el, azt meg könnyű pótolni. Jó játékot kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!